üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, hogy a vasárnap délutánt azt nem a strandon töltitek. Bár az idő az javul, és ez a téma egyébként ezen a mostani konferencián kétszer került elő, tehát majdnem, hogy egy picit változtatni kellett, aztán kiderült, hogy a másik előadó abszolút a Patanjali jogaszutrai alapján magyarázza el az ászanából tudatállapotot, ami egyébként nagyon-nagyon közös a buddhizmus tanításaival. Olyannyira közös, hogy ma már tudjuk, hogy hiszen most ilyen szövegelemzéses trükköket már lehet végezni, de számítógépesen a szövegeket egyszerre lehet összehasonlítani, hogy a Patanjali jogaszutrájában nagyon sok jogácsára buddhizmusból vett szöveg van. Nem tudjuk, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát ugye a Patanjali jogaszutrájából vette át a buddhizmusból a jogácsára, a szövegeket fordítva, de mindenképpen egy nagyon érdekes dolog az, hogy egy közös pont, hogy a Buddha által tanított ösvény is 8 lépésből áll, és így a jogaszutrák is egy 8 lépéses ösvényt tanítanak. És erről tavaly már volt egy előadás, hogy ugye a jogaszutrákban szereplő ágak, azok a buddhista tantrákban egyszerűen szó szerint ugyanúgy szerepelnek, tehát nagyon sok ilyen közös pont van. Úgyhogy most nem erről szeretnék beszélni, hanem a test fontossága a meditációban, és rögtön érdemes a Buddha ábrázolásokkal kezdeni, hiszen sokan úgy gondolják, hogy amikor egy Buddha szoborra tekintenek, hogy az a Buddha ábrázolja, de nem, mert ha kitekernénk a Buddha szobornak a lábait, akkor egy nagyon furcsaság jön elő, tehát egy nagyon hosszú lábai vannak, túl hosszú a törzse. Az ikonometriája egy szobornak az a tanításokat tartalmazza. Tehát úgy mondjuk, hogy dharmakáját ábrázolja, tehát hogyha anatómiai szempontból néznénk, akkor nem stimmel az egész dolog, viszont a tanítások vannak bele kódolva. És ugye az első dolog, amit az ember lát, hogy egy lótuszon ül az illető, és ugye a Buddháról tudjuk, hogy nem nagyon ült lótuszon, tehát legalábbis ekkora lótuszvilág nincs is, fizikailag legalábbis úgy tűnik. Úgyhogy mindjárt jön az első program, mit jelent a lótusz? Mit jelent az, hogy aranyból van, és mit jelent az, hogy ülőtest helyzetben van? Úgyhogy a Buddha ábrázolások, azok nem a Buddhát ábrázolják, hanem a megvilágosodást ábrázolják. Ugye a kereszténység részéről volt egy ilyen időszak, akkor, amikor a jezsuiták elindultak Ázsiába, amikor a buddhizmust azt bábányimádással vádolták. És nagyon érdekes az, hogy nyilván aki benne van, tehát aki állandóan ebben él, annak egy furcsa dolog, amikor olyat hall, hogy vannak olyan nyugaton felnőket, vagy nyugati nevelést kapott, vagy keresztény nevelést kapott emberek, akik kimennek Tájföldre, és sokkolja őket az, hogy minden templomban mosolyognak. Mert tudjuk, hogy kereszténységben nem nagyon szerepel a mosolygás a templomokban, és nekem megdöbbentő volt ez, de tényleg elgondolkodható volt, hogy valakinek ez egy ilyen sok élmény, hogy oda megyek, ül valaki aranyból van egy lótuszon és mosolyog, arra megyek, mosolyog, mindenki mosolyog. Úgyhogy érdemes azért megérteni, hogy mit ábrázol ez. Nem bálványimedásról van szó egyáltalán, hiszen nem a Buddhát tiszteljük, hanem a Buddhának a megvilágosodását tiszteljük, és szimbolikus megnyilvánulásának, a megvilágosodásnak az ábrázolása, és a lótusz az a tudatnak a tisztaságát jelenti. Ugye ez egy közhely szokott lenni, hogy a lótusz az a mocsárból nő ki és tiszta, de az a helyzet, hogy ez szó szerint igaz ránk, hiszen nekünk a szennyezett érzéseinkben van bent a megvilágosodás. Tehát a mostani érzelmi állapotainkon belül, ha képesek lennünk teljesen középen lenni, akkor kinyílna a lótusz. Csak az a baj, hogy nem tudunk középen lenni, és ebből már érthető az egyik célja a jogának, megpróbálni középre kerülni, és akkor erről majd fogunk gyakorolni, és úgyhogy nem úszátok meg. Középre kerülés nem könnyű, kibillent állapotban vagyunk állandóan, és ugye például, amikor a ászanáknak az igazítása történik, akkor tulajdonképpen ez az egyik cél, hogy ezt a kibillentséget az ember valahogy orvosolja, és nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy milyen az egyensúlyi állapot. Tehát nagyon érdekes, amikor valaki kiigazít egy testhelyzetet, akkor azt mondja, hogy úgy, de furcsa. Tehát furcsa, nagyon sokszor furcsa nekünk az egyensúlyi állapot.
Úgyhogy tehát visszatérve a tudatnak a tisztaságát jelenti a lótusz, és ugye valóban egy koszos közegből nő ki, és jelenik ez meg. Ez azért fontos tudni, mert a titok az pontosan ebben a zavaros állapotban van elrejtve. Tehát, hogy ott kell megtalálnunk a kulcsot, és akkor valóban kinyílik a lótusz. Tehát a lótusz virág az nem azt jelenti, hogy a Buddha ezen ült, hanem azt jelenti, hogy a megvilágosodás az egy megtisztult, kinyílt tudatállapot. A tibetiek például a Buddhát a Sanjénak fordították le, ami nem a Buddhának, mint a szanszkrit szónak a fordítása, hanem a lótuszvirágnak az egyik jellegzetességét. Hat jellegzetességből az egyiket választották ki a Buddha neveként. A Sang az azt jelenti, hogy megtisztult, a Gyi az pedig kinyílt. Tehát, hogy tiszta és kinyílt állapot. És ezen ül maga a Buddha, aki aranyszínű. Mit jelent az aranyszín? Most már innentől már lehet erre gondolni máshogy is. Ez azt jelenti, hogy ha a tudat kinyílt és megtisztult, akkor ragyog. Tehát fényt tapasztalunk. És ez azért egy megrendítő tapasztalat, hogyha valakinek már volt fényélménye belül, mert sehonnan sem ragyog, önmagától ragyog. Ugye ez jelenti, hogy önmagától fényi, önmagától bölcs, és igazából ez egy megrendítő élmény, amikor az ember arra jön rá, hogy ezt nem kapjuk sehol, ez magunktól, ez bennünk van, ez magától történik, magától ragyog. Ugye tibetül, hogy a rangtől neki, hogy önmagától felszabadul, meg rangszel, önmagától ragyogó. És ezt ábrázolja az aranyszín. És miért ül, szerintetek? Tehát telefonos segítséget is kérjünk. Miért ül a szobor? Ugye lótusz, oké, megtisztult tudat, aranyszínű, mert ragyog. Mert így érhető el. Így érhető el ez az állapot. Leggyorsabban ebben a testhelyzetben érhető el. És ez igazán, ez a testhelyzet az, ami egy erekje. A buddhizmusban is egyébként. Mert ez az a testhelyzet, ahol ez az állapot elérhető. Ugye tudjuk, hogy a hagyományos indiai jogákban is, főleg a Patanjalinál lehet ezt eléggé tisztán látni, az ászanáknak van egy olyan felépítése, hogy a mozgásos ászanáktól megyünk a relaxációs ászanákhoz, és a végén érjük el a gyánászanát, tehát a meditációs ászanákat. És itt érdemes akkor megállni, hogy ez miért így néz ki ez a testhelyzet. Ugye a gyánászanáknak az egyik jellegzetessége, hogy kb. Így néz ki, de most demonstráció. Az egyik pontja ez a keresztezett láb, ami zárja a testhelyzetben a lefelé áramlásokat. Ugye amikor mozgásos ászanákat végzünk, akkor ott mindig valamilyen testhelyzettel, valamilyen energiát, valamilyen helyre fókuszáljuk az energiát, és amerre az energia megy, ott van a tudat is, amerre a tudat megy, ott van az energia, ugye vannak nagy ilyen szlogenek. Tehát a hagyományos ászanáknak a célja az, hogy energiaáramlásokat hozzunk létre. Miért? Azért, mert ugye ez a testünk, hát ez egy karmikus test, ezt onnan tudjuk ezt, hogy ez karmikus test, hogy nem mi csináltuk. Nem tudom, ki csinálta a saját testét. Úgyhogy a saját testünk okozói a szüleink. Én szoktam néha szegény jó anyámat, hogyha beteg a testem, így odaadom neki, hogy javítsa meg, hiszen ő csinálta, semmi közöm hozzá, bocsánat, tehát garanciálisan tessék megjavítani. Ez egy teljesen hülyének néz, de azért van ebben igazság, hogy ez nem mi hoztuk létre ezt a testet. És ez főleg akkor kezdve az embernek egy nagyon erőteljesen problémát jelenteni, mert egyébként nem szoktunk ezen gondolkodni, hogy ki csinálta ezt a testet. Annyi biztos, apu nem, annyira. Hogy akkor, amikor a tantrikus gyakorlatoknál az embernek önmagát kell elképzelni valami istenség formájában, hogy ez, tehát hogy ott a saját tudatunkban jelenítjük meg a saját testünket. És akkor az embernek kezd arról tapasztalata lenni, hogy milyen az, amikor én generálom a saját formámat. És ez ugye ez nem egy ilyen generált forma, ezt ugye onnan tudjuk, hogy nagyon kevéssé lehet rá hatni. Például a jogával egy ponton túl lehet, és ugye tudjuk, hogy vannak ilyen mindenféle szithik, tehát csodás képességek, de egyébként én most így nem tudom eldönteni, hogy én még 4 métert szeretnék nőni. Vagy hogy most szeretnék még egy szemet ide oldalra, mert az most nagyon fancy. Olyan szabályok vannak a testen, amit a tudatunkban nem tudunk felülírni. Például ez az érzékszerveknek a sorrendje.
akármi történik, sem cserélődnek az érzékszervek. Miért? Mert akármi történik, sem cserélődnek föl a csakrák. Ugye tudjuk, hogy a testünkben az érzékszervek és a csakrák között egy nagyon erős kapcsolat van, hiszen a szem az beidegződik a homlok szemirányába, a fül az kapcsolódik a beosztott külön keresztül a torokcsakrához, az orr az kapcsolódik a légzőrendszeren keresztül a szívhez, a száj az kapcsolódik az emésztőrendszeren keresztül a köldökhöz, ahol az ízekre bontás történik, és nyilvánvalóan, hogy a bőr megkapcsolódik a gyökér köztetett a szexualitáshoz. Legalábbis remélhetőleg. Elég tapintás alapú. És ezek úgy tűnik, hogy nem tudnak felcserélődni. Erre persze a buddhizmusban van magyarázat, hogy ez egy látszattestnek hívják, és ebből van egy másik test is, a szambhogakája, ahol ezek kötöttek. Tehát kötöttek a csakra során, az teljesen kötött, és ugye az öt központ, ami az öt életerő tartozik, meg az öt érzékszerve, ez egy nagyon kötött sorrendben van. Tehát ilyenekben abszolút nem tudunk belenyúlni, de nem tudunk harmadik kezet sem elővezteni. Tehát egyszerűen a tudatunk ugyan ebben lakik ebben a testben, de mégis úgy tűnik, hogy elég távol vagyunk tőle. Nem tudunk rá hatni. Ennek nyilvánvalóan az egyik oka az, hogy és ezért nevezik ezt karmikus testnek, hogy ezt nem mi csináltuk. Szüleink a hibásak, úgyhogy ne aggódjatok, ha bármi baj van a testem. Azért nyilvánvalóan nem ennyire kerek, vagy nem ennyire négyszögletes ez a dolog, hiszen a saját karmánk. De a maga a születés a testnek az valóban egy eléggé tőlünk független dologként jelenik meg, és utána is, amikor betegek vagyunk például, vagy testi elváltozások vannak, akkor az első dolog az, hogy az ember meglepődik, hogy ez most hogy. És ugye ő magától függetlennek érzékelje a testben lévő dolgokat, és akkor azt gondoljuk, hogy vannak olyan szakemberek, akik jobban értenek a testünkhöz, mint mi. Érdekes elképzelés, hogy ezeket a szakembereket nevezzük orvosnak, úgy közös elnevezéssel, ami csak azért furcsa, mert nem ő lakik a testben. De mégis úgy gondoljuk, hogy jobban ért hozzá, mert ő megtanulta. Én azt remélem, hogy főleg, hogy az ember jogázik, és alapvetően, hogy a saját funkcióival foglalkozik, mert tudati működés, hogy egy ponton túl nekünk jobban kéne értenünk a saját testi működésünkhöz, mint egy külső orvosnak, vagy egy külsődleges lénynek. Ugye ez azért is mondom, mert hogy elindult egy trend, ami eléggé, én nagyon örülök neki, többször hívtak meg kórházakba orvosoknak légzést tanítani. Hogy legalább akkor ők gyógyuljanak már meg, mindegy, bocsánat. De hogy nem áll tudnunk, hogy mi működik bennünk. Tehát, hogyha valaki orvossá válik, az régi ázsiai hagyományokban ennek voltak lépései, és azt mondja, hogy akkor válik valaki jó orvossá, hogyha a saját működését már nagyon tudja. És ha azt tudja, akkor kit segíteni másnak. Ugyanis egy jó orvosnak bele kell tudnia élni magát a beteg állapotába, de ezt akkor tudja megtenni, hogy a sajátját is ismeri. Tehát, hogyha nem csak úgy vizuálisan tudja, hogy anatómiai szempontból hol van a gyomor és hol van a máj, meg merre vannak a szervek, hanem hogy tapasztalatai vannak arról, hogy milyen, amikor a gyomor fáj, milyen, amikor így szúr, rosszul, amott szúr. Úgyhogy ez a test, ez karmikus test, és azt mondják, hogy ez a karmikus testhez, ez karmikus tudat is tartozik, és ugye ez a kiindulási pontunk. Az ászana gyakorlásnak ugye az első funkciója, hogy ebben a karmikus testben, ami egy tőlünk függetlennek tűnő valami, energiaörvényeket keltsen, és úgymond karmikus lenyomatokat az ember felszínre hozzon. És ezektől aztán utána meg lehet szabadulni, akkor lehet megszabadulni, amikor az ember savászanában van. Tehát a jóga gyakorlásnál azért érdekes, hogy azért mozgunk, hogy aztán nem mozogjunk. És a mozgás célja, hogy a relaxációs pózban az energiák áramlása az kiegyenlítődjön. És amikor kiegyenlítődött, akkor tudjuk fölvenni a gyánászanát. Ugye a gyánászanáról maga Patanjali elmondja, hogy szukham stíram ászanam, tehát akkor tudunk meditálni, amikor ez a test abba hagyja a remegést. A szukham az, hogy a gyönyörteli, a stíram pedig az, hogy stabil, nem remeg. A probléma az, hogy nagyon nem tudja ezt az állapotot elérni, hogy a test ne remegjen, és még egy ászanában is igen nehéz. De néha-néha azért az embernek lehet tapasztalata, főleg akkor, amikor a légzés kinyílik, hogy egyszerűen csak olyan a test, mint hogy egy kép lenne. Nagyon érdekes, hogy Magyarországon a rákóczi hagyományban maradtak fönn elég ilyen régi gyakorlat töredékek, és ott a jógát, az képpé merevedésnek hívták.
És az volt a cél, hogy mindenféle képekbe belemerevettek, és hogy nem mozogjon, hogy remegéstől mentes legyen. Mi az a baj, hogy nagyon-nagyon remegünk. Ez az első probléma, amikor az ember meditálni szeretne, hogy a test az remeg, remeg a szív, minden remeg bennünk. Ha örülünk, remegünk, ha félünk, remegünk, de meg kell csak nézni egy ilyen diátadót Amerikában, hogy ott hogy remegnek a... És ugye nem megy oda a műsorot, hogy nyugodjál már, mert megnyugszol, nyugodj, álljál. Nem, ez a rész a kultúrának. Az a probléma, hogy a remegő képek is teljesen részévé váltak a kultúrának, hogy állandóan remeg a szemünk, mert állandóan ugrál a szem. Ugye villogó képeket nézünk. Úgyhogy nagyon ajánlott gyakorlat szemremegés ellen, amit úgy hívnak, hogy az együttérző tekintet, hogy megpróbáljátok ki, hogy az ember a tekintetével simogatja a tárgyakat. Tehát, hogy a szinesztéziának hívják, amikor egy érzékszerű, hogy egy alátás helyett tapint is, de próbáljátok ki, hogy nem engedni, hogy ugráljon a szem, hogy valami történik, akkor átugrik, mert idegessé tesz, növeli az idegességet. Hanem, mint ahogy valaki szól hozzánk, akkor így... Ó! De nem átugrik. És azt mondják, hogy ráadásul, hogyha az ember ezt a kedves szemet gyakorolja, nyilván ez negatív értelemben is ki használható, hogy mit van, lát az ember egy szép női formát, és akkor a szemében végig tapintja az egészet, és lehet, hogy a másik fél egy ponton túl érzik, hogy a szemével tapogatja a másikat. Jó, de lehet a függönyt is, tehát mondjuk semleges állapot, de hogy kedvesen, mert az vagy képernyőt nézünk, és nagyon ideges a szemünk, nagyon ideges, ugrál a szemünk, és állandóan éles, és így visszaverni, és így kedvesen simogatni a dolgokat. Úgyhogy ez csak így mondom, hogy mellékesen, ez egy érdekes gyakorlat, és úgy is írják, hogy együttérző szemek. Együttérző szemekkel nézni, kedvesen tapogatni a környezetünket, ahelyett idegesen ugrálnánk. Tehát remegünk. És ugye az ászanának, az ászana gyakorlatunk a célja, a mozgáson keresztül, a relaxáción keresztül, hogy eljussunk odáig, hogy ne remegjen a test. És valamint, hogy egyensúlyba kerüljön. És akkor egy nagyon különös dolog történik a testben, szukham lesz, gyönyörteliség, gyönyör. Ezt a gyönyört egyébként aztán mindenféle 16 szintje van ennek a gyönyörnek, tehát innentől kezdve elindul a parti, elindul a buli, mert innentől kezdve örülünk, és ez olyan szintig vihető ez a gyönyör, hogy vannak olyan jókik, aki, ez konkrétan, ez nem a Bibliából vett hasonlat, hogy tényleg odafekszik mellé a farkas, meg mondjuk egy nyuszi. Mert a gyönyör állapotát sugározza, és ott meg lehet pihenni, ott megbékél. Olyan állatok, akik egymást megennék, nem jut eszükbe, hanem ott egy kicsit lefekszenek pihenni ebben az öröm állapotban. Tehát ez ráadásul kiterjeszthető, és nyilván ez már ugye a kisugárzás kérdése. Úgyhogy ez az első nagy cél az ászana gyakorlatoknál, ez ma sajnos a legtöbb joga rendszerén eltűnt. Pedig ott van a joga szutrákban is, és a buddhizmusban meg elképesztően ott van, hogy a cél az, hogy föl tudjuk venni a gyánászanát. És a gyánászanában ez az egyik ilyen lényegi tényező, hogy nem remeg. Nincs mit igazítani. Ugye mi a főiskolán csináltunk egy olyan felvételt, 45 perces ülés volt, és kis ülés. Egyébként tényleg kicsi, mert hogy 3 óránál indulnak azért, nem egyébként már 1 óra 15 percre indulnak az érdekes dolgok, de 55 percen a test az elkezd örjöngeni. Szóval egy kis ülés volt, és fölvettük videóval az egészet, és gyorsítva megnéztük, és így ezt lehet látni. Volt, aki nyomogatta valamiért, és egyetlen egy hölgy volt az, aki nem mozdult végig. Egyébként kedvenc harcos a hölgy. Igen, ő sem volt lasza. Ő egyszerűen nyomta 45 percig mozdulatlan. Az indiai joga rendszerekben a 3 óra volt, sőt a 3,5 óra volt a teszt. Tehát az volt a lótuszülésben, úgyhogy vizes tálat tettek a fejükre, és 3,5 órán kellett keresztül úgy ülni, szukham stíram ászana, tehát ebben a gyönyör felé és nem remegő testhelyzetben, hogy nyilvánvalóan nem öbölhetett ki a víz. És hogyha ezt valaki meg tudta csinálni, akkor kezdtek el neki pránajámát tanítani.
Mert azt mondták, hogy na most alkalmas a test arra, hogy edényé váljon, és most nyílnak ki a vezetékek. Addig szőszöntölés történik. Nyilván, hogy ez ma nem megy. Tehát ezen a szinten ugye nagyon kevesen vannak, vagy nem nagyon, de mert például a tibeti buddhizmusban, például elvonulásban meg kell tanulni lótuszülésben aludni. És ezt ők úgy érik el, nyilván fiatalon kezdik, úgy érik el, hogy ládákban ülnek, tehát ilyen kis koporsóban, ládában ülnek, ahol nem tudja egyszerűen kinyújtani a lábát. Tehát ott is aztán mindenféle extrém dolog történik. Én beszéltem egy vietnámi mesterrel, aki szintén fiatalkor van háromszor egy éves elvonásnál, az első éves elvonásnál kellett nekik is megtanulni ülve aludni. Hát ugye ez egy meditatív alvás, és ott meg úgy csinálták, hogy egy falapra van egy hátul egy út, és akkor arra kötözték ki magukat. És akkor reggel mindig ébredt a falappal eldőlve, aztán leszökelték a falapot, akkor már nem dőlt el, de akkor is minden baja volt, és a végén mondta, hogy annyira örült, hogy rájött, hogy egy ilyen fehér szemetes vödörnek a kör felső karimáját vágta le, és azt tette így a fejére, és akkor végre már tudta tartani. De ezek nagyon erős aszkéta a dolgok. És akkor mondja nekem, hogy 26 éve alszom ülve, hogy akkor most kipróbálnám, hogy milyen fekve aludni. Mondom, kérdezz. Profi fekve aludó vagyok. Tehát az ülés az egy nagyon, nagyon érdekes dolog, és de érdemes feltenni a kérdést, hogy miért ülünk. Oké, most tudjuk, hogy kéne ülni, tehát úgy, hogy remegésmentesen, teljesen lazán és remegésmentesen, és akkor nyílnak a lehetőség, nyílnak a vezetékek, és akkor a pránájáma az elkezd működőképes lenni, hogy a végre a légzésünkkel nem csak lélegzünk, hanem hozzá tudunk nyúlni az életerőkhöz. És nem csak az életerőkhöz tudunk hozzá nyúlni, hanem egy ponton túl majd, és akkor erről majd szó is lesz később, az érzelmekhez, és aztán a tudatállapotokhoz is. A légzés az a legnagyobb kincsünk. Csak nem használjuk. A tibetek úgy meg, hogy béka légzésünk van, ilyesmi, és általában a nyugati ember két nagy tudatállapot jellemzi, a tompaság és az agresszivitás. Tehát, hogy tessék csak közlekedési járműveken tapasztalatot szerezni, ott áll, nem tudom ki, a totál tompaság állapotában, és nem lehet rajta átkelni, és amikor az ember megint, rögtön agresszív, és ez a rossz légzésnek a jele. Ugyanis a légzés az ilyen, hogy ilyen... Valami történik. Igen, ez történet, ez 4-6-os villamoson volt egy hölgy. Próbáltuk meg megfigyelni a környezetetekben, hogy hogy lélegeznek az emberek. Rémisztő, nem lélegeznek, és fuldoklik a test. Hát még jó, hogy mindenki rákos lesz, hát fuldoklik a test. És így figyeltem a hölgyet, egyébként csinos volt, vagy onnan, de érdekes, nem mozog a mellkas, de egyébként alvassam, hogy a alvas légzés ott nagyon kevés embernél van, de hogy a mellkas sem mozog, akkor érdekes, hogy még él, vagy nem. És így bambult, és mértek már 8 perc nem légzést filmnézés közben, mert a tudat bent volt a filmben, és arra nem lélegzett a test. És utána azért egy sok kérdő visszajön, és ő is így ült, megszólt a telefonja, követtem, mondta, hogy megjött a mangóval szoknya, megjött a mangóval szoknya, és mire ő veszült szoknyán szokni a mangóval, akkor kinyomt, és meg... Már csak azért is érdekes ez a kérdés, mert hogy ha az ember tudja azt, hogy a legjobb halál nem az ülve és belégzéssel való meghalás, akkor ez eléggé fontosabb válik a légzés. Ugye a legtöbb ember sem is nem így hal meg, hanem fekve és kilégzéssel hal meg. Szokjatok le róla. Nem tudom, jó. Tehát ülve és belégzéssel. És ott aztán lehet szívben időzni. Most tavaly halt meg a Mindrolling Rinpoche, aki egy nagyon érdekes álommester volt. Jó pár évig aludt egyébként, aztán a Dalai Láma megkérte, hogy vezetve álljon már élére a nyigma vonalnak, aztán nem akart elvállalni, és akkor fölébredt, nem tudom hány év után, megfésülködött, vállalt ezt a szerepet, és úgy halt meg tavaly előtt, hogy trónon éppen tanítás közben valami mondat közben, hogy elmosolyodott, és meghalt, és ülve maradt, és 15 napig ült. És az a jelenti, hogy ilyenkor, hogy ezt tudtám állapotnak hívják tibetül, a bőr az rugalmas. Tehát onnan tudjuk, hogy élünk, hogyha megnyomjátok a bőr, érdemes kipróbálni néha.
fürállna fel rá, hogy tudjuk, hogy élünk vagy halunk. Ha megnyomjuk, akkor visszaugrik. Ez ugye azt jelenti, hogy a vízelem az még bennünk van, ugye az életerők még tartják az elemeket, a földelem, a vízelem, a tűzelem és a levegőelem. Tehát magyarán még ruganyos a test. Most a tudományban is ruganyos, tehát él még a test, de nincs sem pulzus, sem légzés nincs. És egy ponton túl a test az elkezd hűvössé válni, és csak itt van melegség. Tehát csak a szívben, benn van a tudat a szívben. Ott a ragyogásban időzik. Ugye ez a templom, ez az igazi templom a szívünkben. És 15 nap múlva volt egy ilyen pici kilégzés, és akkor egy fehér és a vörös tepp megjelent a két oljuk, és akkor tudták, hogy na most viszont távozott a tudat. Úgyhogy nagyon jó dolog ülve meghalni belégzéssel, és ezt nyilván az ember meditál, akkor is ereket töreked, nem egy kumbakákat, és egyébként gyakorlok, hogy a bentartás, a légzés bentartás, minél hosszabban. Úgyhogy az ürögtest helyzet, ez egy nagyon izgalmas, hogy miért ebben történik a meditáció, tehát miért nem futva, miért nem fejen állva, miért ez, tehát hogy miért így néz ki a gyánászana, tudjuk, hogy nem remeg, gyönyörteli, edényé válik. Tudjuk, hogy a mozgásos ászanák és a relaxációs pózoknak a célja, hogy eljussunk a gyánászanába, úgyhogy egy kicsit nézzük meg ezt magát, ez a gyánászanát, ami például ugye a buddha ábrázolásokon is van. A lótuszülésnek is hívják, aztán valahol mindenféle elnevezések, amikor a buddhizmuson belül is néha keveredik az elnevezés, de ugye az egyik pontja az az, hogy keresztezett lábbal ülünk, és a keresztezett láb az az apának, pránának a kiáramlását akadályozza meg, tehát blokkolja, ami azt jelenti, hogy fiziológiai szempontból az embernek nem lesz ürítés kényszere. Tehát ebben a kettőben azért ültem ebben, mert nem kell pisíteni. De hogy nem lesz, tehát hogy blokkolja. Nyilván az ember egyhetes ülésnél az ez elég furcsa, az egészet leállítja, hogy visszafordítja az apán áramlását, és mellesleg pedig a féltékenységet tünteti el. Tehát ez meg megint kísérlet, próbáljátok ki, kérjétek meg a barátotokat, vagy barátnőteket, hogy csókolózzon az orrotok előtt, és akkor nézzétek meg, hogy szépen lábbal, valami gyerekszett lábbal, kísérlet lényeg először. A féltékenységet oldja meg, nyilván ez az alsó központhoz tartozik, és egy ide tartozik a papának, vagy tibetül túlszel lefelé tisztító pránának a működése. Tehát ez az első pont, egyébként magát ezt az ülést, amiben a Buddha megvilágosodott, ez úgy hívják, hogy Vajrocsana 7 pontú ülése. Ami néha 8, ugye ez egyszer voltam egy ilyen vallási hetet rendeztünk, és a péntekesti zsidóságnak a péntekesti szertartásán, ami a sabbát szertartás pénteken van, azzal kezdte a rabbi, hogy a Tóra szerint 2 gyertyának kell égni az asztalon, miért van 3? Mert az olyan zsidós. Tehát, hogy itt is néha, bocsánat, csak ugye néha 8-7, de nem érdekes. A lényeg az, hogy megértsük azt, hogy ez egy alulról fölfelé pont rendszer, ami a gyánászanát írja le, hogy mikor lesz ebből tényleg az. Tehát az egyik a keresztezett láb. Nem kell feltétlenül ez. Tehát nem kell feltétlenül a lótusz ugye, és hogy teljesen összecsomózzuk magunkat, de azt mondják magunkat kibették, hogy ebben a testhelyzetben lehet tényleg aludni. Tehát ebben tényleg el lehet az éjszakát tölteni, de meditációs övet használnak ők is. Ugye ez a férfiak, ami jobbvállon, nőknél balvállon megy át, és itt megy körbe, és annak teljesen neki lehet dőlni meditációs övnek. Nem jó falnak dőlni, az nem olyan annyira jó, mert mindegy energiát veszít az ember, másrészt meg ugye nincs, tehát támasz nélkül, saját magunknak kéne ülni, középen tengelynek lenni. Úgyhogy a második pont az a kezeknek a lenti helyzete, ugye a gyánászanában sose így meditálunk. Hanem lent vannak a kezek, ez energetikailag egy kört hoz létre, tehát van egy olyan kör, aminél az életerő az bennmarad a felső, és az, vagy a törzsnél, tehát nem fog elszivárogni. Ugye teljesen szimmetrikus a test, hiszen egyensúlyi testhelyzet kell. Mi ugye nyilván tudjuk, hogy ászanák között rengeteg van, ami aszimmetrikus testhelyzet, mi azt két oldalra végezzük, de hogy ez teljesen szimmetrikus, és egy kör jön létre, és ez a haragot kezeli, tehát a haragot szünteti meg, tehát hogy nyilvánvaló, hogy nézzétek meg, hogy így meditálni, vagy így meditálni, mi a különbség. Amikor az ember dühös, akkor megy fel a keze. És lent van, akkor ez megszünteti a haragot. Következő nagyon fontos pont, az, hogy milyen mudrában van, hát ez az üresség újja, a vivekúj, és általában a gyána mudrák azok az, hogy a térben
egyhívőek vagyunk, tehát érintkezik a két ujj egymással, az ürességben vagyunk. Aztán persze van a gyönyörű ujja, meg van a világosság. Ez az üresség és világosságnak a kéztartása. Ugye az időjogák vagy meditációknál nagyon sokszor ezt használják, de akkor, hogyha a fénnyel gyakorolnak, mert ez a fény és az üresség. Nálunk is ugye ezt használják, ezt a mudrát, ugye, úgyhogy összeteszik a két, ez a végtelen fénynek a mudrája. Ugye az érvelés is ez, és a világossággal kapcsolatos az érvelő kéztartás. És ehhez pedig ugye a gyönyör ujja, ezt szoktuk meggyűzni akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy a társunktól gyönyörben fogunk részesülni. Házasságról beszélek. Ez a gyűrűs ujj, úgy is hívjuk. És itt lakik, ez az öröm energia, ugye ezt Vénusznak is hívják. És nagyon sokszor, például a buddhista jogákban használjuk az úgynevezett vacsramusit, a vacsragökröt, amit úgy, hogy ide teszik a hüvelyik ujjat, a gyűrűs ujjnak a tövébe. Ez ugye egyébként a földellenes tisztító kéztartása a Ayurvédában, viszont itt ugye a vacsragökör az azt eredményezi, hogy blokkoljuk a koncepcionális gondolatokat, gyönyör generálódik, amit hő. Nem véletlenül a legtöbb ember, amikor fázik, akkor ezt így azért beteszi ide. És ezt a vacsorokat használjuk aztán nagyon sok kéztartásnál, és például jogában. Úgyhogy a kezeknek a helyzete, tehát egy szimmetrikus kézhelyzet van, vannak olyan vonalak, ahol nagyon szeretik a térdel való. Térdre teszik a kezet, ott is ugye a két ujjal nyomjuk a két kis térd melletti lukat. Ugye mindenféle kézhelyzetek vannak, de alapvetően a mudra az a gyánászanában még nem is a szív magassága van, mindig lent van. Lent van, a harabot lehúzza. Következő, ami nagyon fontos, ugye az a hátegyenesség, erre azt mondják, hogy ha a hát egyenes, akkor a központi vezeték is egyenes, ha a központi vezeték egyenes, a prána egyenes, és ha a prána egyenes, akkor a tudat egyenes. Tehát magyarán, hogyha az ember meditálni szeretne, akkor a hátegyenesség az kulcsfontosságú dolog. Miért? Azért, mert a meditáció az már a tudatban történik, és már csak egy összpontosításnál is a tudat elkezd lencseként működni, tehát növeli azt, ami van. Ha a megtört állapotban meditálunk, akkor a megtörtséget fogjuk nevelni. Nem jó. Nem megtört állapotban mentem, azt fogjuk nevelni, hogy nagyon jó. És ezért van az, hogy amikor nem jó állapotban van valaki, és meditálni akar, akkor mindig azt mondják neki, hogy a jogát, india jogát, vagy sakriákat végezzen, tehát tisztító gyakorlatokat, addig, amíg legalább egyensúly állapotban nem jut. De nagyon sok olyan meditáció van, amit nem lehet öröm nélkül csinálni. Ez egy furcsa dolog, paradox helyzet, hogy az ember a szenvedést szeretné megszüntetni az ösvénnyel, és erre azt mondják neki, hogy tessék az öröm állapotában meditálni. Viszont erre vannak a tisztító gyakorlatok, és erre vannak a speciális testhelyzetek, amik generálják az örömet. Vannak olyan pontok, stb. Amivel gyönyört lehet generálni. És például a buddhizmusban a szexuális gyakorlatok, amik plafonon vannak, tehát jó magasan vannak a gyakorlatoknak a hierarchiájában, azoknak kizárólagos funkció az ez, hogy örömmel keresztül tudjon az ember meditálni. Ugyanis, ha nem örülünk, akkor nem vagyunk ellazultak, ha nem vagyunk ellazultak, akkor nem nyílnak ki a vezetékek. Úgyhogy ezt érdemes megfontolni, hogy az embernek napi gyakorlatává tenni az örömöt. Meg is annyira nem rossz, nem? Csak örülni kell mindennek. Úgyhogy az hátegyenességet, tehát az tényleg nagyon fontos. És ugye ebben nekünk azért nehéz a helyzetünk, mert a nyugati embernek a gerinc az nagyon problémás. De hát is a jogák ezért vannak, hogy erősítsék. Alapvetően a gerincnek a helyzete mutatja, hogy milyen érzelmi állapotban vagyunk, a vágyak előre húznak. Így a torok, minden. A gőg az hátra húz, a harag jobbra húz, félelem és a féltékenység balra húz, és a kétely az, ami csavar. Úgyhogy amikor az ember akár ászana gyakorlatokat is végeztet másokkal, akkor tudnia kell, hogy a cél az, hogy ezeket kiegyensúlyozza, és amikor ez kiegyensúlyozódik, akkor nincs érzelmi. Ez úgy jelenti, hogy az öt érzelmi méreg. Nyilván a vágy az egyébként nem lenne rossz, csak az a rossz a vágyban, hogy arra vágyunk, ami nincs itt. Tehát, hogyha most mindenki arra vágyna, hogy de jó lenne, hogy itt lennénk. De jó lenne, hogy most ezt hallgatnám, de jó lenne. De nem az, hogy a vágy az arra rossz, hogy de jó lenne máshol lenni, meg más. Ezért miért is kihúzza az embert az egyensúlyból, húzza előre. Úgyhogy ilyen kirakat gyakorlatokat lehet végezni. Próbálom, hogy
körül menni a kirakatokra, hogy nem húzza ki a dolog. De nem is taszítja. Úgyhogy a hát egyenesség az érzelmi kiegyensúlyozottság szempontjából is nagyon fontos, valami nyilván a központi vezeték nyílása, aminél ugye miért fontos a központi vezeték? Azért, mert ha úgy hívja, hogy a karmikus pránák, amik a kipillentség állapotában működő energiák, vagy a két oljukunkban működő energiák, amikor végre a két oljuknak a változó dominanciája megszűnik a meditációban, akkor ezek a karmikus pránák ezek elégnek a központi vezetékben és bölcsesség pránáként nyilvánulnak meg, amelynek hosszú távon az lesz a eredménye, ez egy jó hosszú folyamat, hogy a fizikai test az eltűnik. És akkor kiderül, hogy az ászana célja, hogy ne legyen még csak test se, amivel ászanázhatunk egyébként, mert mindegy, nem a fizikai test itt a lényeg. Tehát ugye ez egy karmikus test, és el tud tűnni, de akkor nem az energiatestben él tovább. Következő pont, ez a negyedik pont a vállalatnak a helyzete. Ma rosszul állunk vállilag, mert állandóan nyomják a, úgymond, hogy a képzelt terhek, a képzelt felelősség tudat nyomja állandóan vállunkat. És emiatt például nagyon nehéz ellazítani a vállakat, tehát ez állandóan emelkedik. Abban például, hogy elkezdünk figyelni, a vállak mennek föl, hogy figyelni kell, megy föl a prána is, és az ember már kivorult, teljesen kiesett az egyensúly állapotból. Úgyhogy a vállaknak a nyitottságra azt mondja, hogy annak kellene, mint a sasnak a szárnyai nyitott, és hogyha a vállak nyitva vannak, a hónalja az nem, tehát nem lehet így meditálni, hogy benne van a karban, akkor betegség lesz hosszú távon, tehát hogy van egy ilyen nyitottság, akkor nyílik ki a szív. Tehát ugye jövünk föl szépen a központokon keresztet láb, 7 központon megyünk végig, lent van a kéz, hát egyenes váll nyitottsága. Úgyhogy erről azt mondják, hogy ez az őszinteségnek az ereje, ugye a maga az érzelmek, érzelmi egyensúly állapota az a hát egyenessége, ez pedig az, hogy mennyire vagyunk magunkhoz őszinték. Ma sokan azok, hogy úgy meditálnak, hogy be van zárva a szív. Tehát, hogy legtöbb állat lent vannak, de össze van. Be van zárva, és elvileg nyitva kéne lenni ennek, nyitva. Ha vállak nyitva vannak, akkor a következő lépés az áll helyzetre. Ugye az áll az a vágyaknak az egyik kifejeződése. Ugye amikor az emberben vágy van, valami szeretne, hogy nyílik, és megy előre az áll, mint a hattyú nyaka. És ezért van az, hogy a meditációban az ember behúzza az állat, és ezzel nyílik hátul egyébként, tehát nyúlik fölül a nyaki rész, és kontrollálja a vágyakat. A következő pont az a nyelvnek a helyzete. Miért fontos a nyelv a meditációban szerintetek? Mert hogy anyanyelven meditálunk? Nem. Azért, mert a nyelv az a belső beszédre reagál mikromozgásokkal, és ez aztán egy ponton túl, ez főleg azért időseknél jellemző, elkezdi az egész szájat mozgatni, és utána már a végén már bemegyek a bontjánkán. Tehát, hogy az érdekes, hogy mennyi tömegközlekedési tapasztalat, és tudományosan bizonyított, hogy innen ismerjük meg egymást. Az orr és a száj közötti terület az, ami ez az identitás tudattal kapcsolatos, és megdöbbentő, ez a rész. Amikor ránézünk valakire, nem a szemmel, hanem ezt a részt látjuk meg, és ezzel ismerjük föl. És hogyha itt ezt nézitek, akkor meg lehet tanulni gondolatot olvasni, nem? Mennek a jelzék, mikromozgás, hogy a nyelv az a leveg, és körülbelül itt lehet tapasztalni, hogy az illető belül beszélget. Ugye nem jöttünk társadalmi magunkkal, hova menjünk, mi legyen, hogy legyen, mert meditációban ez nagyon nem jó. Tehát ott erről a koncepciós tudaton, ítélkező tudaton kéne túllépni, hogy megnézzük, hogy mi van, és hogy a szív nyíljon ki, ugye elkerüljünk ide, középre. Úgy, hogy ezért a nyelv érinti a fog és az íny találkozási pontját, és ennek úgymond egy energetikai szempontból az a funkciója, hogy a tűz és a víz prána az találkozik egymással. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a test se nem fog kiszáradni, tehát nem leszünk szomjasak, se nem fog kihűlni. Tehát a hőháztartás az működik. Ez nyilván, hogy az ember hosszabb ideig ül, akkor ez nagyon fontos dolog. Amíg ez nem működik, addig érdemes minél több takarót tenni ránk, mert a meditatív állapotban, vagy meditáció gyakorlásánál engedjük ki az energiát, tehát hűl ki a test, főleg a veséknél. Igen? És a kecsebb Itt a meditációban a mutrákat
azért nem végezzük, mert az energetikai gyakorlat. És a meditatív állapot az már mentális. Tehát a bandhák és a mudrákat azt akkor végz az ember, amikor még a pránajáma időszaka van, és aztán utána tovább lép. Tehát előbb akkor lehet a pránajámáknak, ott érget a pránajáma, amikor a légzés az leáll. Ez, amikor befelé belégzéssel áll le, akkor az a gyönyör állapot, amikor kilégzéssel áll le, akkor van a meditatív állapot. Mert nem kettőség jön létre. És akkor már viszont nem tartja az ember a mudrákat. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy erről azért vannak viták. Tehát, hogy ez a párhuzam légzés kibetűl, hogy ez mennyire légzéstartás, mennyire nem, ezt meg kell tapasztalni, hogy történik. De elvileg itt már ezeken túl vagy, hogy teljesen középen egy-két ilyen pont van csak a meditációnál. Úgyhogy az állbehúzása és a nyelvérintés, ugye ez a vágy és a belső beszéd kontrollja, és a szemeknek a helyzete pedig a belső képi gondolkodás kontrollja, tehát előbb a szemeknek le kéne állni. Ugye ez azért nagyon nehéz, mert nagyon idegesek a szemeink, és általános tapasztalatja, amikor valaki elkezd összpontosítani, akkor ilyen össze-vissza vibrálni ez a szőnyeg, tehát nagyon nem megy. Holott nem kéne, hogy vibráljon, hanem egyszerűen, ha leállítjuk, akkor azt látom, amit látom. És nagyon sok ember azt gondolja, hogy egy meditatív tapasztalata van, a legtöbbnek halálfej szokott megjelenni, nem meditatív tapasztalata van, stressz tapasztalata van. Stressz. És amikor beállítottuk ezt a két pontot, keresztezett, kezek lent, hátegyenes, válnyitva, állbehúzva, nyelv és a érzékszervek, az egész test az laza. Ez a lényeg. Onnantól kezdve már semmi más nem kell csinálni, mint lazulni. A meditatív állapot az nem egy elérhető állapot, hanem az akadályokat lazítjuk el. Ez azt jelenti, most megint egy példa, hogy amikor az ember álmos, akkor nem úgy jövök ki az álmosságból, vagy nem úgy jövünk ki az álmosságból, hogy energiaitalt iszunk, bomba, pokol, ugye hell. Tehát számunkra úgy tűnik az energiaital bizniszben csupa-csupa jó dologgal azonosul az energia. De nincsen energiaital, hogy szeretet energiaital. Boldogság, nem pokol, vörös pika, elhull, stb. És ugye ez egy, nekem egy nagyon nagy tévedésem volt elvonulásban, mert én sikerült olyan extrém összpontosító gyakorlatokat végeznem, hogy nem tudtam aludni egy jó pár évig, és ideges lettem, és nagyon fáradt. És akkor azt gondoltam, a kis béna tudatommal, hogy az idegesség az ugye az a fémelem, kínai rendszerben, az ötlen ember, hogy fém, zzzzik az ember, ugye a fáradtság az meg a fa, vagy a magyar fa, fáradtság, nem tudom, van-e közel hozzá, de hogy fa ellen, összereztem őket. Milyen jó lesz, összereztem az idegességet a fáradtság, és majd kioltják egymást, nem oltják ki egymást, sajnos nem. Tehát nem tudjuk megcsinálni, hogy az ideges nappali izénkereket ráeztjük a fáradtság, és hogy milyen jó lesz, nem. Mind a kettő egy prána fajta, elengedni lehet. És erről már tényleg van tapasztalata, ami megrendítő volt, hogy álmosság állapotában ugye úgy megy le a szem, nyílik a torok, csak hogy az ember ásítani akar, és el lehet engedni az álmosság pránáját, és fogja magát, és elmegy. Ugye volt egy kőkúra, hogy menjen és negyedre többet vissza, és tényleg elmegy. Ha elmerjük engedni, elmegy. És kiderül, hogy ott, amikor elengedtük az álmosságnak a pránáját, hogy nem vagyunk utána álmosak, mert elment. Tehát magyar a meditatív állapot elérése, ha beállítottuk a pozíciót, tehát hogy ez szimmetrikus, és ezeket a pontokat végignéztük, akkor a meditatív állapotnak a kvalitásait ugye beállítottuk, onnantól ez a relaxáció, lazul, és az a cél csak, hogy ne aludjunk el. És akkor elmennek a negatív állapotok. Ugye úgy mondják a buddhizmusban, hogy a négy fájtlat kell elengedni. Karma fájtla, szenvedélyek fájtla, ego fájtla és a tévedések fájtla. Tehát nem létre kell hozni a megvilágosodást és a meditációt, hanem azok vagyunk, az akadályokat kell elengedni. És ennek egy nagyon speciális módszere ugye az, hogy a testhelyzetet fölvesszük, tehát az ászanát fölvesszük, és utána már csak az ember engedi az összes feljövő problémát. Tehát tulajdonképpen a meditáció az nem egy ilyen nagyon nehéz és érthetetlen dolog, de megcsinálni nem könnyű, mert annyira szétszórtak vagyunk, hogy nem tudunk 5 percig nyugodtan megmaradni a testhelyzetnél. Úgyhogy ezért az összpontosító gyakorlatoknak leginkább a célja maga a testhelyzet.
Tehát egyszerűen, amikor az ember elkezd összpontosítani, akkor meg kell próbálni magát a testhelyzetre egyhívően figyelni. És a tudatot a testhelyzetre irányítani. Ez ugye úgyhogy egydimenziós gyakorlat, hiszen összpontosítunk valamire. Kétdimenziós gyakorlat, hogy ezen a testhelyzeten belül lélegzünk. Folyamatosan lélegzünk. Ez ugye már egy áramlás. És a háromdimenziós gyakorlat, hogy teresek vagyunk. És ez a meditatív meditáció elérésének a technikája, hogy a test nem mozdul, egy időkönyv a testen, a légzés az folyamatosan mozog, egy idő után egyébként térszerű légzés lesz, ez ugye úgy, hogy pólus légzés, és a tudat az teljesen elkezd kiterjedni. Úgyhogy alapvetően hat ilyen lépés van, az egyik az a tudatnak a dimenzionálisági fokaival érhető el, alapja a testhelyzet, tehát onnan indulunk, hogy a testhelyzet az megfelelő legyen, és erre összpontosítunk, így vagyunk egyhegyűek, és aztán a folytonosság a légzésen keresztül, és aztán a teresség, és aztán létezik egy másik meditációs vonal, ami pedig már a felismerésről szól, ami már a megvilágosodásról szól, az pedig úgy hívja, hogy a középúton való meditáció. A középútnak az első stáció megint a test. A testnél a középút az úgy néz ki, hogy meg kell találnunk a közepet, a tartás és az ellazultság között. Úgyis, hogyha nagyon ellazulunk, akkor elalszunk, és elmegy a testtartás. Ha nagyon feszülünk, akkor ugye pedagógus, de hogy akkor meg az ember feszül. És ez az egyik ilyen nagy játék, hogy úgy ülni, hogy teljesen lazad, de tartásunk van. És ebben megtalálni a középutat, ha ez sikerül, akor rögtön az ember érzi ezt a szukham stíram állapotot. Hogy olyan, mintha a fejtetőnél lógna a test, és üres érzete van, és örömteli, tökéletes, nincs hova mozdulni, és stabil. Vannak olyan buddhista meditációs módszerek, én éjszaka végeztük által ezeket, ami azzal foglalkozik, hogy miért nem jó úgy, ahogy van, miért igazgatunk állandóan. Egyébként tökéletesen miért igazgatjuk egymást. Egy intézmény akkor van egyensúlyban, ha igazgatómentes. Igazgatásmentes. Akkor egyensúlyban, egyébként igazgatni kell, mindig, sehogy se jó. És ezen való meditáció megint a testhelyzettel kapcsolatos, és ehhez kellene az ászanák, hogy ezt végezze az ember. Második szint, ahogy az előzőnél is, középút, a felső kapu és az alsó kapu között. Magyarán figyeljük a légzésünket, hogy ez folyamatosan árad. És a harmadik középút, pedig a szívünk közepe és a végtelen tér között, ennek a legjobb módszer a hangok hallgatása. Úgyhogy most nagyon gyorsan megcsináljuk a... Meddig tart? Még van egy kicsit, ugye? De nagyon biztos, hogy csináljuk meg. Megcsináljuk az első gyakorlatot is, tehát próbáljátok meg kihúzni. Felső test egyenes, nyilván, hogy valaki föl tud ülni, üljön, ha nem, akkor ne üljön föl. És a test helyzetre összpontosítunk. Tehát nem egy pontra, ugye mint Rishti van ugye az ászanáknál, hanem az egész testhelyzetre összpontosítunk. Ha valaki jól csinálja, akkor elkezd bizseregni a test. Tehát talptól egészen a fejtetőig, mint hogy egyetlen egy dolog lenne a testhelyzet, erre összpontosítunk. Ez ugye az egyhívűség, vagy a tudatnak az egy dimenziós működése, és ezen belül a testhelyzeten belül pedig nagyon finoman árad a légzés. Ez a kétdimenziós működés. És aztán érzékeljük azt, hogy a légzés az a külső teret a belső térrel köti össze, tehát kívülről jön be a légzés, belülről megy ki, és a két teret összeköti. Ez ugye a háromdimenziós működés. Valaki jól csinálja gyakorlat, akkor érez valamit a szívnél, mert elkezd a szív nyílni. Ez egy zsebmeditáció volt, úgyhogy ne gyakoroljatok tovább, mert még bajotok lesz.
Következő gyakorlat pedig szintén három lépéses, a középút gyakorlata. Meg kell próbálni a testkezetnél kicsit mozgatva a felső testet, megtalálni az egyensúlypontot, ahol nincs hova mozdulni. A test teljesen laza, de tartásunk van, tehát nem omlunk össze. Tehát kihúzzuk magunkat, és lazulunk. Addig, amíg az egyensúlypont ez létre nem jön, ilyenkor a test egyébként leáll magától. Tehát ez az első középút, a tartás és az ellazultság között. Az ellazultság a ragaszkodásmentesség állapota, úgyhogy a ragaszkodásmentesség állapotában a test tényleg ellazul, a tartás meg a jelenlétnek az állapota. Tehát az ászanában a jelenlét és ellazulás vagy ragaszkodásmentesség az úgy jelenik meg, hogy tartása van, és közben az izmok mégis ellazultak. Ezen belül megint összekapcsoljuk a felső kaput az alsó kapuval, tehát a tudatunkkal figyeljük a légzést finoman. A Buddha egyébként így világosodott meg a légzés figyelésében. Ez a tengelyen jár a légzés, alulról fölfelé, fülről lefelé. Kicsit egy középút gyakorlatilag felső és az alsó közötti közép, és a harmadik középút pedig már azzal a tudatunkkal kapcsolatos, hogy a elmével, hogy hallgatjuk az összes hangot, mint hogyha egy ilyen koncert lenne, minden hangot lent, fönn, teljesen egy, hogy mi az, teressé válik a tudat, és közben középen maradunk a szívben. Háromszor. Azért szoktam mindig túlhúzni a ilyen előadásokat, hogy ne tudjatok kérdezni. Nincs, hogy tudnék rá válaszolni. Köszönöm szépen!